nem csak divathóbort és nem is évszakfüggő. Télen és nyáron egyaránt fontos, hogy védjük szemünk világát, ehhez azonban megfelelő minőségű napszemüvegre van szükség. Ezt a napszemüveget 800 forintért vásároltuk egy utcai árusnál, ez pedig már egy drogériából való 2500 forintba került, de választottunk egy drágább kategóriát is, közel 9000 forintért. Ez a szerkezet pedig azt mutatja, vajon megfelelő UV-védelmet biztosít-e az adott szemüveg. A teszt végén kiderült, mindhárom 400 nanométerig, vagyis a megfelelő mértékben véd a káros sugaraktól. Ezzel talán megdőlt az a tévhit, hogy ami olcsó, az nem lehet jó. Mégis a szakemberek azt mondják, nem csak az UV-védelem számít. Az optikai szaküzletek azért arra is törekednek, hogy nem csak UV-védelemmel legyenek ellátva a szemüveglencsék, a napszemüvegek, hanem optikailag is megfelelő tulajdonságúak legyenek. Ne torzítson ez a szemüveg, mert más, ha torzítani fog, akkor fejfájás, szédülést okozhat, hányingert okozhat. A Magyar Látszerész Szövetség és a Magyar Optikus Ipartestület idén negyedik alkalommal szervezett országos kampányt. Május végéig hazánkban közel 200 optikában várják ingyenes UV-szűrésre az érdeklődőket. A térítésmentes bevizsgálás mellett személyre szabott tanácsokat is kaphatnak a fogyasztók, illetve mindent megtudhatnak a szemüvegekről és azok fontosságáról. Az UV-védelmi képességet biztosító réteg egy átlátszó réteg, víztiszta. Ez fölvihető egy optikai lencsére is, tehát az állandóan hordott szemüvegünk, diopriás szemüvegünk is rendelkezhet 100%-os UV-védelemmel. Ehhez kell egy szakember, aki ebben tud segíteni, tanácsolni, tanácsot adni, és tud segíteni ennek a kiválasztásában. Másik oldalon pedig azt tudom mondani, hogy az a szemüveg, amelyik sötét és nem véd az UV-től, az károsabb is lehet, mint hogyha nem hordanánk semmilyen védőeszközt. Tudnék, a sötét lencse mögött kitágul a pupilla, és ezáltal sokkal intenzívebb és több UV-sugár jut be a szemben. Az UV-sugárzás káros hatással van a szaruhártyára, a szemlencsére, emellett a szürkehályok kialakulásának esélyét is megsokszorozza. Megyénkben Nyíregyházán, Kisvárdán és Mátészalkán összesen 4 optikában vizsgálják ingyenesen a szemüveglencsék UV-szűrő képességét.